Már az első blikre némi furcsaságot fedezhetett fel a lelátó népe a Magyar Kupa negyeddöntő első felvonásán, ahogy elkezdődött a tolnamözs TF meccs. Meglehetősen gyér volt ugyanis a tolnamözsiek kispadja létszámában, és az is feltűnt, hogy ezúttal nem csak Halászi Kinga hiányzik, a nyáron fővárosiasodott, hazaiak mérkőzésre benevezett játékosai alapemberei közül, hanem Nádudvali és Mészáros is. Semmi gond, nyugtázták a szurkolók a történteket, hiszen a tabella utolsó volt az ellenfél, akiket ugyebár papíron a Varga Adél Horváth Hanna és Szalkai Kippi vezérelte csapat le tud győzni, és egy megnyugtató előnnyel utazik majd a január vége felé esedékes fővárosi visszavágóra. A valóság persze más mutatott, az egyetemisták várakozás fölötti szervezettséggel és óriási akarattal futballoztak, egy egészen más csapat futott ki a pályára, mint amilyen ősszel volt az egyetemisták együttese. A semleges szurkoló, aki nincs tisztában a futball, a futzál dolgaival, nehezen tudott volna dönteni, melyik az élcsapat, melyik küzd a kiesés ellen. Mint megtudtuk, náluk már mint a TF-nél is voltak különböző okok miatt, alapembernek számító hiányzók. Több játékosunk hiányzott ma. Vannak sérültjeink, akik ugye majd csak nyártól számítunk rá. Vannak olyanok, akik sajnos nem tudtak most ma egyéb elfoglaltság miatt a csapattal tartani, de én úgy gondolom, hogy mindig az a legjobb csapat, aki épp azon a nap ott van, és ki tudunk ugye állítani. Na, ez a 10 ember volt ugye a legjobbunk, és hát be is bizonyítottak a pályán, hogy érdemesek. Már az első félidő jelezte a vészt a tolnaiak számára, a fehérmezesek úgy védekeztek, hogy nagy helyzet, zicser szinte alig alakulhatott ki a kapujuk előtt, miközben 2 perc leforgás alatt a TF kétszer is bevette Deszki kapuját, amire a második félidő elején Varga Adél átlövésből egy ravasz góllal válaszolt, ám a most sem elmaradó gyors vendégkontrák egyike Winter Nitz befejezésével újra 2 gólos előnyhöz juttatta a TF-et. Lett volna idő még Varga Adélék számára az egyenlítéshez, mert az állandósuló tolnamözsi rohamok közepette 1 percre a bekapott gól után már Horváth Anna szép összjáték után közelről bepréselte a labdát a kapuba, tolnamös TF 2-3. Az egyetemisták önfeláldozó védekezéssel kibekkelték a hátralevő 8-9 percet, és a mérkőzés összképe alapján elmondható, nem érdemtelenül arattak a hozzájuk képest nagy csapat otthonában továbbjutásokat éltető bravúr győzelmet. Mi már bizonyítottuk ezt az MB2-ben és az MB1-ben is, hogy mi egy valódi csapat vagyunk, és nálunk nem az egyéni villogások hozzák az eredményeket, hanem az, hogyha a csapat összetart és egymásért küzd a pályán. Úgy gondolom, hogy ma is ezt láthatta tőlünk a közönség, illetve a tolnai alakulat is, és ezt szeretnénk a tavasz folyamán minden mérkőzésre a pályára kivinni magunkkal, és akkor úgy gondolom, hogy senkitől nem kell tartanunk ebben a bajnokságban. Csak eddig nyilván a csapatépítés időközbeni nehézségei miatt nem jöttek a fővárosiak számára az eredmények, sőt, a legtöbbször a vereség jutott nekik osztályrészül. A TF a Magyar Kupában is szeretné bizonyítani ezt, és úgy látják, tavasszal nem lesznek komoly kiesési gondjai. Tisztában vagyunk a realitással, nekünk a bemaradás jelenleg a célunk. Nyilván ezt szeretnénk minél jobb eredményekkel és minél jobb játékkal abszolválni. Úgy gondolom, hogy egyre jobban összeáll a csapat, és ezt már a karácsonyi kupán decemberben is bizonyítottuk, hogy egy csapatként tudunk küzdeni, és akkor sikeresek tudunk lenni, és eredményeket is tudunk magunkkal hozni. És úgy gondolom, hogy ha ezt tudjuk a továbbiakban tartani, akkor a bennmaradás az egy reális cél lehet. Azzal pedig habot is tennének a képzeletbeli tortájukra, ha a Magyar Kupa negyed döntőjében 2 hét múlva esedékes fővárosi visszavágón ismét legyőznék, vagy egy döntetlennel is már kiejtenék a tolnát a negyed döntőbe. De ebben a további jutásba, ebben a kérdésben még komoly beleszólása van az akkor egészen biztos Halászi Kingával, Nádudvari Annával és Mészáros Dalmával is felálló tolnamözsnek. Vajon ők miért nem léphettek pályára az első meccsen? Fordultunk ezzel a kényes kérdéssel a szemmel láthatóan gondterhelten nyilatkozó edzőhöz, Nagy Rolandhoz. Ennek több összetevője is van, több oka is van, hogy miért nem voltak a mai meccsen keretben. Sajnos vannak problémáink, betegségek és edzés járás hiánya, és így nem is tudtunk úgy rendesen felkészülni a mérkőzésre, amit remélem, hogy a következő hetekben már tudunk orvosolni, és akkor rendben leszünk. Az edző ügyesen, mondhatni diplomatikusan fogalmazott, de a mondatok mögött azért ott sejlik,
Az edzésre járás hiánya miatt is lettek büntetve, váltak kegyvesztetté az említett kulcsjátékosok, elesve talán ezzel némi nemű anyagiaktól is. Aki tényleg oda szeretné tenni magát is, keretbe szeretne lenni, az mostantól el fog kezdeni rendesen edzeni, járni edzésre, és akár már a jövő héten is az itthoni bajnoki mérkőzésen is keretbe lehet. Van esetleg olyan anyagi eszköz a kezedben, amivel úgy is tudsz büntetni, hogy nem csak nem játszik? Jó, hát ez a csapat belső kulisszatitka, de hát ez is egy lehetőség, hogy valahogy büntetni tudjon az edzőt. Úgy gondolom, van egy kis prémium a játékosoknak, saját maguknak kereshetik meg azt a kis pénzt, amit tényleg felajánlott a vezetőség. Ha ők ezzel nem élnek, akkor azt saját maguknak köszönhetik. Nincs tehát haragszom rád, jó a hangulat továbbra is az öltözőbe, és a kulisszák mögött is a Hevesi Tamás irányította a klubnál. Így is sokkal esélyesebb a Tolna Mezsa továbbjutásra, de nem lesz egyáltalán könnyű feladat ezt a TF-et idegenben legyőzni. Egy meccsen ugyebár az előviszonyoktól függetlenül sok minden megtörténhet. Szerencsére a háttér az rendben van, mindennek kapnak a lányok, amit szeretnének, remélhetőleg, hogy tudjuk így folytatni, és a tavasszal is ugyanúgy, mint az ősszel, meg lesz minden, amit ígértünk. Ígérted, hogy jobb lesz a csapat? Igenis, szeptemberben beszéltünk, jobb a csapat. Mindenképpen határozott, konkrét cél az, hogy a Magyar Kupán 4-es döntője és a bajnokságban is ott lenni minimum az elődöntője. Igen, a Final Four-ban mindenféleképpen szeretnénk bejutni, és remélem, hogy ezt 26-án a TF csarnokban meg is fogjuk tenni, és akkor a Szigetszentmiklósi csarnokban fogunk majd Final Four-ban játszani. A bajnokságban pedig mindenféleképpen szeretnénk a felsőházban játszani, és minél szebb eredményt elérni, remélhetőleg ez be is fog következni, és akár a dobogó bármelyik fokára felállni. De kanyarodjunk vissza a TF elleni visszavágóra. Hány százalékot ad a további utása a visszavágón, amit a TF csarnokában? Hát én úgy gondolom, hogy a szívem mondja, akkor 100%, mert nyilván úgy állunk minden párharcoz, hogy tovább szeretném menni, illetve meg akarjuk nyerni a mérkőzést. A realitást azt most magamnak megtartom. A VHS Tolna Mezs kellőképpen ráhangolódhat a hóvégi visszavágóra, a Magyar Kupa negyed döntőjére. A bajnokságban ugyanis az idei első hazai mérkőzésen szintén a TF lesz az ellenfele.